Kedves nézőnk, élőben jelentkezünk a Gellért hegyről, ahol váratlan módon eltűnt a Gellért szobor. A helyszínre már megérkezett a tűzoltóság, a rendőrség és a kutatók. Kérjük, senki se látogassa ezt a területet. Megtaláltuk az első szemtanút, aki látta, hogy eltűnt a szobor. Nyilatkoznál? Reggel sétáltam, és elnéztem egy pillanatra a szobor, és mire visszanéztem, már ott sem volt. És utána szóltál valakinek, hogy eltűnt a szobor? Egyben rohantam a rendőrséghez. Értem. És most megkérdezünk több járókelőt is, hogy tudnak-e valamit a szobor eltűnéséről. Elnézést, hölgyem, tud valamit, hogy eltűnt a szabadság szobor? Eltűnt a szabadság szobor? Igen, nézzen csak föl. De hát miért és hogyan? Ezt ki szeretnénk deríteni. Értem, miért volt itt ennyi nyüzsgés. Ezt meg kell néznem. Most folytatjuk a szemtanúk keresését, hát ha valaki hallott arról valamit, hogy eltűnt a szobor. Elnézést, feltehetek pár kérdést? Igen. Ön hallott valamit arról, hogy eltűnt a szobor? Hát igen. 4 órát jöttem fel vidékről, hogy megnézzem ezt a gyönyörűséget, aztán amikor ideértem, már eltűnt. Nagyon sajnálom. Remélem, majd legközelebb nagyobb szerencséje lesz. Megérkeztünk közben a szabadság szoborhoz, mint láthatják, lezárták már a területet. Itt van mellettem közben egy szakértő, akit meg fogunk kérdezni hamarosan, hogy mi is történik itt. Sikerült már valamit felkutatni? Üdvözletem, a szeizmodinamikai kutatócsoportról érkeztem. A Föld mágneses és lemezi eltéréseit vizsgáljuk. Jelenleg sikerült kimutatni adatokat, miszerint minimális eltérés volt a legutóbbi fél napban, egy napban. De konkrétumot nem tudok mondani. Értem, és ez akkor mit is jelent pontosan? Az, hogy a Föld lemezei nem változtak, mégis rezgést érzékeltünk a talajban. Ez összefüggésben lehet azzal, hogy eltűnt a szobor? Valószínűleg van összefüggés, bár egyelőre nem tudjuk, hogy mi az, ugyanis az érzékelünk erre nem képesek, hogy múltbéli eseményeket rögzítsünk. Azt ki tudjuk következtetni, hogy milyen a régóta tartanak ezek a rezgések, viszont azt, hogy mekkora eltérések voltak a rezgések között az idő folyama alatt, nem tudjuk sajnálatos módon kikövetkeztetni, így egyelőre csak feltételezéseink vannak. Rengeteg bámészkodó van, akik szeretnék megtudni, hogy mi is történt pontosan. Itt van mellettem közben már 2 geofizikus, őket fogom most kérdezni, hogy mi is történt itt. Hát pontosan tudja, azt még mi se tudtuk eldönteni, mivel ez az eltűnés nagyon érdekes számunkra. Viszont lehetséges, hogy valami fizikai jelenség történt a szobornál. Nem hinném, hogy ember áll a dolog mögött, mivel ilyen kevés idő alatt nem lehette semmit se csinálni. Ez a vázlat pontosan mutatja, hogy hol volt a szobor, és hogy hol lehet. És most szeretném, hogyha a barátom is elmondaná a véleményét. John T. Person. Hát igazából nem tudni, hol a szobor. Nagyon érdekes az eltűnése, mert földrengése lehet, mert akkor a házakba is kárt tett volna. Viszont ember se tudja elvinni, úgyhogy ez egy igazán rejtélyes eltűnés. Közben megérkeztek a NASA-tól is a munkatársak. Ők is jöttek felfedni, hogy mi is történt pontosan itt. El tudnák mondani nekem néhány szóba, hogy mit is gondolnak az esetről? A pontos okát még nem tudjuk az eltűnésnek, de az biztos, hogy idegen behatolás nem történt a légkörben. Ugye azt a lehetőséget kizártuk, hogy idegen életformák jutottak a légkörünkbe, valami más oka lehet a szobor eltűnésének, és ha 24 órán belül nem jutunk válaszra, akkor muszáj a külföldi országokkal is kapcsolatot teremtenünk. Értem. Az adásunknak itt ezen már vége, hogyha kapunk más információt, akkor azt önökkel azonnal közöljük. Viszontlátásra!